Jó estét kívánok! Múlt héten az újjáéledő gyümölcstermesztéssel foglalkoztunk, mai adásunkban pedig annak járunk utána, vajon jut-e a gyerekek asztalára elegendő mennyiségű zöldség és gyümölcs. Nos, hiába a sokat hangoztatott egészséges táplálkozás, ha az óvodák, iskolák menzáin ezzel mit sem törődnek. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet adatai megdöbbentő eredményeket mutatnak. Zöldséget, gyümölcsöt naponta a hazai óvodáknak és iskoláknak csak mintegy felében kínálnak, a főtt ételekben pedig gyakran háromszoros a só mennyisége az ajánlotthoz képest. De a 15. kerületben felismerték ennek veszélyeit, és egy olyan mintaprogramot készítettek, ami nem csak a közétkeztetést reformálja meg, hanem a környezet és egészségtudatos táplálkozást is népszerűsíti a gyerekek körében. Ezzel együtt pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatását élvező projekt sokat tesz a főváros vidék város-vidék kapcsolat újraértelmezése, a térségi közvetlen élelmiszerellátás, vagyis a helyi gazdaság fejlesztés érdekében is. Lássuk a részleteket, Debreceni László és Skultéti József összeállítása következik. Csokoládé vagy alma, chips vagy paradicsom, cukros üdítő vagy friss gyümölcslé. Ez nem lehetne kérdés mégis, ha valóságban az egészségtelen álnyerésre. A közétkeztetés sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem felel meg a korosztály igényeinek. Mindezt az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató főorvosa mondja. Hihetünk neki, hiszen az OET az ANTS-szel együtt felmérte a hazai óvodák és iskolák közétkeztetését. Nagyon sok kockázati tényező. A kockázati tényező az a betegség a kockázati tényezője. Ilyen betegség elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, amely már gyerekkorban jelenthet problémát, akkor például, hogyha az étel túl sós. Az OET adatai szerint évek óta romlik Magyarországon a közétkeztetés minősége. Sok a cukor, sok a zsír, sok a só. A túl sok cukros élelmiszer, cukros üdítő fogyasztása. A már ugye ez elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. A következő, ami problémát jelent, ha túl magas a sóbevitel, hogy egy egészen konkrétumot mondjak, az óvodai felmérés, ami reprezentatívnak tekinthető a hazai óvodákban, az bizonyította, hogy az óvodában a gyerekek számára a közétkeztetés háromszor annyi sót idézőjelben nyújt, mint amennyi az ő számukra élettanilag ajánlott érték, azaz 2 gram helyett 6 grammot. A zsír egy picit visszatérve, ugye talán hallottunk a transzsírsavról. A transzsírsav és a szívérendszeri betegségek összefüggése az egyértelműen bizonyított, hogy a transzsírsav az az ipari zsíradék, mesterségesen előállított zsíradék. Itt is volt olyan óvoda, ahol ennek a bevitele meghaladta a kockázatos értéket. A sok zsír használata összekapcsolódik a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel és az elhízással. A nápolyik, szaftos ételek és társaik majd minden nap oda kerülnek a közétkeztetés asztalára. És van még egy komoly probléma, de ezt már a 15. kerület polgármestere mondja. A friss élelmiszer beszerzését jelenleg a friss élelmiszer elenyésző arányban szerepel a közétkeztetési rendszerben. Az óvodák felében fordul elő csak az, hogy legalább naponta egyszer a gyerekek gyümölcshöz, vagy friss gyümölcshöz, vagy zöldséghez jutnak. Ezek nagyon-nagyon súlyos problémák, súlyos kockázati tényezők. Gyakorlatilag Magyarországon a diétás étkeztetés teljesen megoldatlan. Erre még csak rendelet sem volt korábban, tehát ezt megelőzően ebbe a normatív utasításba, illetve az ajánlásba az is be van építve, hogy bizonyos diétákat biztosítani kell, azok a diéták ezek, amit hogyha a gyerek nem kap, akkor vagy éhezik az óvodában, mert nem bír mit enni, vagy pedig, ha nem adják neki a számára megfelelő ételt, akkor megbetegszik. Rendszeresen találkozunk például azzal, és kapjuk a szülőktől a leveleket, akik úgy érzik, óvodás, iskolás gyerek szülőjeként, hogy ő hiába tanította meg otthon, és hiába mutatja meg a példát, hogy reggelizni kell minden nap, hogy mit kell reggelizni, leül a gyerekkel reggelizni, gyümölcsöt, zöldséget ad a gyereknek, hogyha az óvoda vagy az iskolai menze ezt teljes mértékben alássa.
Az óvodai felmérésnél találkoztunk ilyen, hogy kenyérleves például. Nem igazán az egészséges élelmiszerek közé való. Találkoztunk olyan óvodával, hogy 5-ször volt tésztaétel egy nap. Ez se igazán a vitaminok és ásványok fegyvertára. A szakemberek szerint szemléletváltás kell, közétkeztetési reformra van szükség, és megtanítani a gyerekeknek a helyes táplálkozást. A 15. kerületi Kisváros a Nagyvárosban mintaprojekt ezt a célt tűzte ki maga elé. Maga a közétkeztetés egyébként is egy hihetetlenül fontos szektora az intézmény működtetésnek, egészséges életmódra neveléstől kezdve a vidékváros kapcsolat újjáélesztésén keresztül a konyhaüzemek megújításán át a termelőpiacok kialakításáig. Számos olyan eleme van ennek a gondolatkörnek, amivel mindegyik részlettel foglalkoznunk kellett. A probléma mögött van az, hogy nem megfelelő az alapanyag válogatás. Tehát a közétkeztetők nem gondosan válogatják az alapanyagot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem szezonálisak az alapanyagok. Ugye mi is szívesebben esszük nyáron a salátát, és télen a céklát. Ugye, tehát akkor van, ez egyértelmű, hogy közismert, hogy akkor van az adott, a zöldségben, gyümölcsben legtöbb vitamin, amikor terem. Olyan füzetet szeretem volna összeállítani, ami nem csak hogy az egészséges táplálkozásról szól, hanem főleg a 10 óra és az uzsonna fontosságára hívja fel figyelmet, és segít a nyersanyag válogatásban úgy a gyerekeknek, mint a szülőknek is, mert az egészséges táplálkozásra nagyon sokat hallunk, nagyon sok elveszünk a nagy információs rengetegben, de az, hogy a gyerek 10 óra izik és uzsonnázik és mit eszik, arra nem nagyon térünk ki, és főleg minél idősebb egy korosztály, annál kevésbé veszi igénybe a menzát. Mint ahogy a polgármester is mondta, a gyors éttermeket, a kényelmi ételeket részesítik erőnyben, mint egy trend. A programnak nagyon fontos eleme az, hogy újra értelmezzük azt a város-vidék kapcsolatot, amelyik hajdan egészen élénk volt, közvetlen volt, direkt volt. Ez most úgy alakult át, hogy különböző lánckereskedők, nagy beszerzők ékelődtek a termelő és a ilyen módon fogyasztó közé. Ennek egyrészt árfelhajtó szerepe van, másrészt minőségrontó szerepe van, hiszen a közvetlen nyersanyag beszerzésnél jobb nincsen az egészséges életmód érdekében. A következő a nem megfelelő konyha technika, a nem megfelelő technológia. A bőzsírban sütés, bőolajban sütés ma nem egy választandó eljárás, amikor olyan gőzfárolók és olyan készülékek vannak, amelyek részben lerövidítik, részben pedig olyan technológiák, amelyek megtartják az ételben a vitamint és az ásványanyagokat, tehát a hasznos tápanyagokat, kímélő eljárás. Egy modern konyha kialakítása 50-60 millió forintba kerül. Egy akkora önkormányzatnak, mint a 15. kerületi, a közétkeztetés teljes ellátásához 6 ilyen konyhára van szüksége. Az összeg első hallásra nagy, ám az évek alatt megtérül a befektetés. Nagyon fontos része ennek a programnak az, hogy a konyhákat át kell alakítani. Alkalmassá kell tenni a konyhaüzemeinket, amik 30-40 éve épültek egyik-másik, arra, hogy az egészséges életmód érdekében másképpen főzzenek, másképpen szolgáltassanak. Sőt, ezek a konyhaüzemeik, amelyek egyébként nagy kapacitásúak, eleve vesztesként indulnak, hogyha gazdasági vállalkozásként tekintjük őket, mert csak 180 napig szolgáltatnak. Ezáltal valójában mindig gazdaságtalan lesz egy középkeztetési konyhaüzem, abban az esetben viszont, hogyha ezt ki tudjuk egészíteni egyéb fogyasztási, egyéb szolgáltatási formákkal, mint például mondjuk lakótelepi éttermet nyitunk, és oda egy szociális jellegű éttermet nyitunk, és oda a közeli konyha, iskolai konyha üzemből szállítunk ebédet, vacsorát, akkor azonnal a 180 napot 200-220-250 napra ki tudjuk terjeszteni, szállítani tudunk ételt, tehát ezzel a idősebb szociális gondoskodással fel tudunk épülni. We'll be right back.
fontos a feladat, mondják a szakértők, az életmód megváltoztatása. A családok hozzászoktak egy sajátos étkezési kultúrához, benne az egészségtelennel. Ezen kell változtatni. Budai Péter mesterszakács néhány éve elkészített egy dolgozatot, melyben az egészséges és költségkímélő táplálkozás jegyében módszereket és több száz receptet vetett papírra. Azt vállaltam, hogy ugyanabból, amiből most készülnek ezek a tarhonyás húsok, mint az én koromban, és utána egy alma vagy valami, mint egészséges. Én tudok adni a gyerekeknek minden nap 3 fogást, és a főétel mindig 3-ból választható. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elveszünk valamit, hanem a meglévő menüsorhoz hozzárendelünk egy egészséges korszerűt, és én pedig egy húsmentes, a harmadik típusú ételt, aminek egyébként azt kell mondanom, hogy 1 éves működési tapasztalata is van, megcsináltam városban, kis településen és profitorientált céggel is. Igenis kijött az akkor 200 forint plusz áfából, ugye ez volt az ebédre kiszabott összeg, amiből az alapanyagot lehetett megvenni. Éves átlagban 197 forint plusz áfából jött ki. Például képzeljék el, egy pici saláta két olajos hallal, vagy ne adj Isten, egy fél tojás rajta egy kis zöldségkrémmel. Szóval ilyenek, és egyébként az előétel semmivel se kerül többe, mint a leves, és friss alapanyagból van, vagy egy retek saláta, egy kis spiritot tök maggal. Szóval mindent lehet, végig lehet gondolni. A szemléletváltáshoz pedagógiai módszerekre is szükség van. Ki kell mozdulni az iskola keretei közül, meg kell ismerni a vidéket. Ehhez le kell vinnünk a gyerekeket például tanyákra, meg kell látogassák a termelői helyszíneket, meg kell ismerkedjen egy városi, egy lakótelepi gyerek azzal, hogy mi is történik vidéken, a tehén nem lila, a tej az valóban egy élő, organikus valóság, és így tovább. Ez egy hallatlan, izgalmas dolog. Erre jó példa a Konyfa általános és középiskola. A nyáron a negyedikesek egy 4 alkalmas tanyaprogramon vettek részt. Teljesen jól érezték magukat. Voltak kistermelőnél, tehát voltak tejüzemben, tésztaüzemben voltak tanyát látogatni is, tehát eredetiben tehénfejés, tényleg nem gumicsizmában, de edzőcipőben félig meddig ott a tehén trágyában, de élvezték, mert simogathattak kis bocit, láttak tehénfejést, igaz géppel történt, de nagyon élvezték és végignézték. Voltak malac simogatóban, birkák között, tehát imádták az egészet, illetve Davoson van egy tájház, ahol eredeti ilyen falusi programot szerveztünk nekik. Jó volt benne nyuszi simogatás, volt benne kosárfonás, illetve hát a vacsorának az elkészítése is. Nagyon jó volt, és csináltunk a növényekből ilyen gyógyteát, meg minden ilyen körözöttet kaptunk, meg voltunk a gazdának a kertjében, és ott láttunk lovat, tyúkokat, meg kutyák is voltak ott. Gyomlálni kellett, meg először elültettük a különféle gyümölcsöket, zöldségeket. Meg is kóstoltátok, aztán volt olyan, amit megkóstoltatok? Igen, volt olyan, amit meg is kóstoltunk. Például borsót is kóstoltunk. Paradicsom, paprika. Hát az retket is, meg azt hiszem paprikát is kóstoltunk. Igen, nagyon finom volt. Finomabb volt, mint amit úgy a boltból veszünk, mert az úgy frissebb volt, mint amilyet a boltból vettünk. Az ott egy gyomnövény, megpróbáltad a kezeddel is kihúzni, hogyha az az ügyesebb, jó? Próbálkozunk a gyerekekkel abban, hogy olyan programokat illesztetünk be a pedagógiai programunkba, ami közelebb viszi őket az egészséges ételekhez, az egészséges táplálkozáshoz. Például az iskolában most létesült és kezd bővülni egy tankert, amiben minden osztály vállalhat feladatot. Ültetünk olyan növényeket, amit aztán a konyhán fel tudunk használni. Például ültettek a gyerekek tavasszal
retket, azután sárgarépát, zellert, petrezselymet, tehát olyan ételeket, amit fel tud a konyha használni, illetve a különböző fűszerek irányába próbáljuk őket terelni, hogy ne mindent sózzanak, vagy erős ízeket érezzenek, hanem a zöld fűszereket megismertetjük velük. Egészséges táplálkozás alapelvei közé tartozik, többek között a minőségi étel és italfogyasztás, a jó minőségű friss nyersanyagok használata, többek között a közétkeztetésben. Már most nyáron a szociális nyári gyerekétkeztetést a kerületben a Károly Róbert Általános Iskola konyhája biztosította, és itt megpróbáltuk a kistermelői, őstermelői beszállítás volumenének a volumenét növelni a kerületben, méghozzá úgy, hogy felvettük kistermelőkkel, őstermelőkkel a kapcsolatot, és ők biztosították a friss nyersanyagot. Többek között a zöldséget, a gyümölcsöt, a húst, a húskészítményeket és a tejet. Jó étvágyat kívánok! Az OIT ajánlásnak megfelelően készültek már a szociális nyári gyerekétkeztetés étlapjai, aminek a sajátossága az volt a többi közétkeztető cég étlapjaihoz képest, hogy minden nap kaptak a gyerekek friss zöldséget, gyümölcsöt. A nyári táborban, ahol napi háromszeri ellátásban részesítettük a gyerekeket, ott 10 órai rúzsonnára friss zöldséget kaptak, ebédre pedig minden nap gyümölcsöt. A gyerekek először furcsálották a teljes tej használatát és a joghurtot, illetve a krémtúró ízét, de nagyon hamar hozzászoktak, és pozitívan zártuk ezt a programot. Jelenleg tehéntejet dolgozunk fel, üvegbe tesszük, a tehén kifejését követően 4 Celsius fokra fűtjük, majd fölhevítjük 65 Celsius fokra, tesszük mindezt azért, hogy az üveg kupakja és a tej közötti légtér is sterillé váljék, ezáltal nem sterilizálunk, hanem hőkezeléses eljárásba részesítjük a tejet, elérjük ezzel a 30 napos szabadossági időt. Maga a kerület egy óriási intézmény fenntartó, nekünk 103 telephelyen működő intézményhálózatunk van, kezdve a bölcsödétől, a köznevelési intézményeken át, a szociális intézményekig bezárólag. Napi 8-9 ezer adag ételt szolgáltatunk, ezt minden nap, amikor ennek ideje van, ez közel 1 milliárd forintos tételt jelent. Tehát ennek a fele, több mint a fele közvetlen nyersanyagbeszerzés kell legyen. Ezek a végtermékek, amelyeket előállítunk, illetve töredéke, mert az asztal és a helyhiánya miatt nem bírnánk teljes mértékben bemutatni a teljes palettát, de hűen tükrözi, és már magán a képernyőn keresztül is látszik, hogy minden termékünk természetes anyagokból, a színéből eredendően láthatóan nem mesterkélten, és hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon sok kézi munkával készül. Lásd a joghurtokat is, melyek visszaváltható üvegben vannak, ez szándékos, hogy környezetünket kíméljük a terheléstől. A Kisváros a Nagyvárosban program fontos eleme a beszerzés. Jelenleg közvetlenül a termelőtől nagyon elenyésző számban érkezik a közétkeztetésbe a friss gyümölcs és zöldség, a tej és tejtermék vagy a hús. Ezen lehetne segíteni, nyilván gazdasági szempontokat is mérlegelni kell, de ezen lehetne segíteni, hogyha közelebbről sikerülne a közétkeztető cégnek beszerezni az árut, és ez egy folyamatos árubiztonságot is tudna jelenteni, és minél kevésbé lenne az élelmiszer feldolgozva. Örvendetes, hogy az iskolákba be tudunk szállítani, illetve a közétkeztetésbe részt tudunk venni mi kis termelők. Mondván azzal is, hogy a politikai akarat is kezd érményt szerezni magának, tehát már keresnek minket konyhák, nagyüzemi konyhák, közékeztetések. Nagyon jó lenne, ha működhetne, hogy nem lenne közöttünk kereskedő, nem lenne közöttünk több száz kilométeres szállítási távolság, valamint igazából annak örülnénk, ha a gyermekeink nem fogyasztanák tovább a tartósítószert, a mérget, a színezéket, hanem megismernék a valódi ízeket, ugyanis fogalmuk nincs arról. A tej nekik nem mond semmit, mert nincs fogalmuk a tej ízéről. Az ivóleveket fanyarul fogadják, mert valódi gyümölcs tartalommal bír, nem színezékkel és nem egyéb dologgal. Hogy olyan termelői piacokat akarunk csinálni, ahova azokat a termelőket vonjuk be, akik hajlandók részt venni a
közétkeztetés rendszerében, vagyis nagy volumenben, jó minőségű, olcsó árut szállítanak a közétkeztetés rendszerébe, akkor azt mondjuk nekik, hogy hozzák el a termelőpiacra, ami hetente egy-egy alkalommal működik, majd több helyen lesz a kerületben, azokat a termékeket, amelyek nagy hozzáadott értékű termékek, és drágábban árusíthatók, így a tömegtermék is és a minőségi termék is egyaránt meg tud jelenni a kerületben. A vidék bevonása a közétkeztetésben nem csak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is fontos. A felvevőpiac biztosítása, munkahelyteremtés csak két fontos következménye a programnak. Mindemellett az önkormányzatoknál is spórolás. Gyakorlatilag a Fa-Áros és a kistérsége saját magát kihúzna a bajból, fölmérni az igényeket, megtermelni, biztos piacra termelnek, biztos minőségre, teljesen ökómen nem utazik, kihiányzik belőle két árrés, tehát olcsóbb, és azt tudom mondani, hogy ez a bruttó 250 forint, amit a gyerekeknek ebédre ad önkormányzat alapanyagára, abból 50-60 megspórolható abban a pillanatban. És azt én elteszem évente, akkor az egy 300 fős iskolában 3-3,5 millió forint. És ha azt mondom, hogy 3,5 millió forintból föl lehet újítani az étkezőt, meg a konyhát, hogy alkalmas legyen ezt elkészíteni, akkor gyakorlatilag 2 év alatt kitermeli saját magát. A harmadik évben már hűtőházat építek, és hogyha 3 falu összefog, a 3 iskola, és mondjuk akkor az 800 gyerek vagy 900, és csak egy helyen van konyha, akkor nem 3x3,5 millió, hanem körülbelül 6 millió forint, mert ott csak már az étkezőket és egy tálalót kell kialakítani, és egy helyen főzik meg. A közétkeztetés, a menza étkeztetés megreformálására tehát van igény, vannak ötletek és megvan a politikai akarat is. A folyamat résztvevői készen állnak az együttműködésre. A változás pedig szükségszerű, hiszen az idő fogy. A közétkeztetés egészségesebbé tételével is legalább egy évtized kellene ahhoz, hogy a helytelen táplálkozás okozta betegségek gyakorisága megálljon vagy csökkenjen. A Vidék élni akar című műsorunkat látták, ha lemaradtak, adásainkat megnézhetik a www.ekhotv.hu oldalon is. Találkozunk egy hét múlva a szokott időben, vasárnap este 9 órától, de addig se felejtsék, nálunk a vidéki élet, a vidéki ember van középpontban. Viszontlátásra! Műsorunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta.